Hogy érzed, mennyire lesz nehéz az elkövetkezendő néhány nap, illetve mennyire volt nehéz a mai futás? Mai? Hát most már csak a tegnapiről tudok beszélni, mert ránézünk az órára, 0 óra 12 perc van. Elég nehéz volt a tegnapi nap, hát most fejeztük be, éppen most esett, tehát mindenki a zuhanyzáson, tusoláson, most vacsorázunk, vagy lehet, hogy ez már a reggelünk lesz. Nehéz lesz. Amikor futottál, volt esetleg egy olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy akkor jól nekem ennyi elég kár volt elkezdeni? Olyan nem volt. Amíg én futok, addig egyfolytában futok, és nem gondolok ilyenre. Az olyan volt, hogy éreztem, hogy nagyon el vagyok fáradva, de az a perc is a fordult meg a fejembe, hogy itt elég. Amikor elfáradsz, akkor hogyan tud túlépni azt a pillanatot? Hát szerencsére Szabó Józsi barátom gondoskodott róla, hogy ne legyek ilyen nagyon gondolkodó állapotban, hanem beszélgettünk úgy közben, nagyon sok régi élményünk van, közös élmények, és így azért könnyebben telt a 25 km. Ahhoz, hogy ezeket az távokat meg tudjátok majd tenni, el tudjátok végezni, illetve le tudjátok futni, mennyi felkészülés szükséges? Hát hosszú évek kellnek ahhoz, hogy valaki ilyen vállalkozásba belemerjen kezdeni. Különösen az utolsó 6-7-ben, akkor már illik hosszabb távokat edzeni. Ti tavaly is voltatok egy bizonyos futáson, minden évben terveztek ilyen hosszabb utat? Hát szeretném minden évben. Tavaly az Eckentáli volt, de hát az a felel mostaniak, úgyhogy ez jóval nagyobb megmérettetés lesz. Várhatóan hova mentek jövőre? Még nem tudjuk. Nincs ilyen konkrét tervünk egyelőre. Hogyan kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik részt vettek ezen az úton? Hát elsősorban az a baráti körből, a régi ismerősökből, versenyzőtársakból, de hát van amatőr tagja is a csapatnak. Ők is ugyanolyan lelkesedéssel csinálják végig, ahogy mi. Csak hát nekik biztos jóval nehezebb. Ugye méritek az időket, van esetleg valamilyen szintidő, amit mindenkinek el kell majd érni? Volt. Eredetileg mert úgy szabtuk meg, hogy a fiúknak legalább 4 perces kilométereket kell futni, a lányoknak 5 perces, de hát ez bebizonyosodott már az első nap, hogy nem, nagyon nehezen tartható. Mennyire vagy elégedett a csapattal? Jó. Jó, szerintem jó csapat lesz. Az első napon voltak kezdeti nehézségek, voltak gondok, de holnapra szerintem már tökéletesen fog működni minden. Másnap reggel úgy érezve, hogy ez volt az első és talán utolsó igazán fedett és kulturált szálláshelyünk, mindannyian keseregve másztunk elő rejtekhelyünkből. Aztán jött az ilyen kirándulásoknál jól bevált virslis reggeli, majd futóink felkapták a tornacsukát, mi összeszedtük a csomagokat, de előtte persze átnéztük a mai tervet. Köszönjük, gyerek! Szerbet hát! 6-7-es utol, fűztem fel, füzés, rájegyes dolog. Egészen Fürstenfelden keresztül Gleisdorf, akkor megyünk felszedi Brugg irányába, akkor majdnem elérjünk egész fel Bruggig, utána lefelé az Alpen, akkor ezen a mellékútvonalon, hát a mai célállomás az is volt Gleishorn, szóval hogy odaérünk, hogy nem. Hát igen, irány bözön. Az elején még mindenki vidáman és teljes erőbedobással indult neki a távnak. Aztán a kilométerek végén álltunk ott mi, a mikrofonnal. Beadtam, ha már rengeteget futottál, illetve kerékpárosszál, pontosan mennyi volt a mai adagod? Reggel futottam 15 kilométert, és délután pedig a Nellinek segítettem annyiban, hogy 10 kilométert kerékpároztam mellette. Hogyha a lányokat nézzük, akkor azt hiszem, hogy te vagy a leggyorsabb, illetve te vagy a legkeményebb. Mennyire készültél fel, illetve miben állt a te felkészülésed? Tulajdonképpen erre egyáltalán nem készültem fel, mert én úgy mondjam, aktív versenyző vagyok, szóval erre az útra nem készültem semmit, csak amit otthon a többiek csináltak, azt edzettem én is a fiúkkal. Fel lehet-e készülni egy ilyen hegyi futásra valahogy? Igen, talán annyiban, hogy sok terepen kell, szóval terepen sokat kell futni, hegyeket és dombokat, és meg hát annyi, hogy betonon kell sokat futni, hogy a lázember lába szokja meg, hogy föld visszaveri. Tehát nem olyan puha, mint egy mezői futás például. Itt, amikor ilyen csodálatos táj közepette futsz, akkor mennyire tudod érzékelni ennek a tájnak a szépséget, illetve mennyire tudsz odafigyelni a környezetedre? Ez attól függ, hogy mennyire vagyok fáradt, de általában szoktam figyelni a tájat. Például ma is egy 13%-os emelkedőt futottam, de közben
közben néztem a tájat, szóval, mert azt hiszem, hogy az ember nem minden nap lát havas hegycsúcsokat. Nagyon szép volt, úgyhogy néztem. Persze nézem, nagyon figyelek az ilyenekre. Kicsit elvonja a figyelmet a futásról, meg arról, hogy milyen emelkedő van. Szóval azért szükség van rá. Amikor a tájat nézel, van-e esetleg valami más, amire ilyenkor gondolni tudsz, hogy minél jobban át tud viszelni ezeket a nehéz szakaszokat? Hát ilyenkor minden megfordul a fejemben. Van, hogy zeneszám megy a fejemben, valamilyen együttestől, vagy gondolkodni szoktam nagyon sokat ilyenkor. Éppen ami eszembe jött, hogy nagyon változó, hogy mind. De a tájat is szoktam nézni, és akkor eszembe jött, hogy milyen jó lenne itt kint lakni. Úgyhogy ezekre szoktam gondolni futás közben. Részettél esetleg már egy ilyen hosszabb túrán, és hogyha igen, akkor ez a mostani, ez mennyivel nehezebb, illetve mennyivel könnyebb, és igen, akkor miért? Igen, részt vettem Bécs-Budapest futóversenyen, szintén váltófutás volt, ott öten voltunk lányok, az sokkal nehezebb volt, mert akkor nem edzettem, mert előtte sérült voltam. Most ez semmi, olyan, mint egy kemény edzőtábor számomra. Talán nem is annyira kemény, de nem vészes, meg lehet csinálni. Most már negyedik napon vagyunk, hát most kétszer futok ma, de nem érzem magam annyira fáradtnak. Jó, kicsit fáj a lábam, de hát az edzésen is szokott, úgyhogy nem számít, nem foglalkozok vele. Akkor nehezebb telepre számítottál? Nem tudom, hogy milyen, nem is igazán, nem tudtam, nem voltak elképzeléseim, hogy milyen lesz. Azt tudtam, hogy hegyek lesznek, mondjuk ez a mai 13%-os az meglehetősen kemény volt, de meg lehet csinálni, meg én nagyon szeretek futni, és nagyon jó. Szóval tényleg ilyenkor nem az van bennem, hogy úristen, de rossz, hanem hogy de jó lesz, ha vége lesz, és akkor utána milyen jó, hogy én ezt is megcsináltam. Te úgy áthaladtál különböző városon. Amikor itt mész, és látnak téged az emberek, illetve te látod az embereket, akkor mennyire hajt téged, hogy akkor most engem néznek, és akkor most gyerünk, akkor most egy kicsit azért megmutatom, hogy mégiscsak én tudok futni. Nagyon-nagyon hajt. Nagyon-nagyon jól esik, hogy az emberek megállnak és néznek. Mondjuk azt nem tudom, hogy mit mondanak, vagy mit gondolnak ilyenkor magukba, hogy úristen, egy hülye itt fut, össze-vissza. De nagyon jó. Jó, szóval jó, hogy megállnak, és akkor néznek, és szóval ez engem hajt, meg ösztön az, hogy fussak meg minden. Szóval neked amúgy sem szoktam feladni ilyeneket, úgyhogy... Van esetleg egy álmod, ahova szeretnél elfutni mindenképpen? Álmom. Talán Olaszországba esetleg, ha sikerül egyszer kijutnom futva, az szeretnék oda eljutni. Talán így, hogy megszervezni szintén egy csapatot, és akkor így eljutni Olaszországba, vagy esetleg egyedül is. Szóval ezt még ne oda szeretnék eljutni, ha egy módon. Na igen, van, aki egy erősebb edzésnek fogja fel a dolgot, más azonban kemény kihívásnak tekintette a hegyeket. Nagyon nehéz volt, de mégis úgy érzem, hogy talán megállás nélkül is ment volna. Mi az, ami miatt tovább tudtál futni? Ki tartotta benne az erőt, illetve mikor hogyan lehet tartani egymásba az erőt? Szerintem ide mindenki úgy jött, hogy végig megcsinálja, amit neki ki van írva. Mások úgy gondolják, hogy fölünk a buszra és tovább megyünk, de nekünk ez... Én úgy érzem, hogy ha nem futnám végig, akkor lelkiismeretem nem hagyná. Milyen testi tünetei voltak annak, hogy most már elfáradtál? Hát alig tudtam mozogni estére, de most reggelem az a jobb. Futás közben? Hát elég nehéz volt levegőt kapni, de akkor nem fájt éppen semmi. Azt hiszem, hogy azért lányoknak ez viszonylag nehéz próbatétel, de hogyan készültél erre a futásra? Hát naponta minden nap edzettem, 8 kilométereket általában. Hát persze voltak gyengébb hetek is, hogy erre a hétre azért kipihenjem magam. Mennyire számít futás közben az időjárás? Hát a nagyon meleg az nagyon rossz, úgyhogy ilyen 20 fok körül az az ideális. Hogyha jövőre is elindulnátok valahova futni, akkor te tartanál a csapattal? Valószínű, mert ez felejthetetlen mindenképpen. Itt egyébként főleg testi vagy inkább lelki felkészültség a fontos? Minden,
mind a két féleképpen szerintem fel kell készülni rá. Ami biztos, hogy a nap végén messiásként köszöntött ránk egy kempingezési lehetőség, de mindez egy magánterületen. És akkor elkezdtünk magyarázni. Fahren in Paris. Von Sechshard laufen. Mit akarsz mondani? Jeden Tag. Jeden Tag, irgendwo. Ja. Laufen wir etwa 200 Kilometer und jeden Personen laufen etwa 20 Kilometer. Und hier haben wir diesen Tag. Diesen Tag beendet. Diesen Tag beendet, ja, verstehe. Und dann wollen Sie eine Nacht hier bleiben, eine Nacht? Ja. Eine Nacht. Und morgen früh wollen wir abfahren. Ja, wir können schon da bleiben. Können wir hier zählen? Ja, wo gehen wir da hin? Dass ein Platz ist. Hát akkor jártuk el. Nekünk ott lenni is kell. A házigazda rövid magyarázás után megértve, hogy honnan jöttünk, készségesen állt rendelkezésünkre, és már mutatta is a terepet, ahová felverhettük sátrainkat. Így, amit tegnap bepakoltunk az utánfutóba, most ismét elővettük, és nem igazán gyakorlott cserkész módjára állítottuk fel házikóinkat. Ismét úton vagyunk, és akkor azon a reggelen még nem tudtuk, hogy az elkövetkezendő pár nap igen csapadékosnak ígérkezik. Élmények persze minden nap akadtak, így a mai sem lehet kivétel. A sztori a következő. Futóinkra várva pihentünk egy gyorsforgalmú út szélén. Eddig nem is lett volna baj, de egy kékruhás fiatalember, akiről már ránézésre kiderült, hogy a rendőrség kötelékén belül dolgozik, közölte velünk, nem ez a legmegfelelőbb hely az ejtőzésre. A megszokott magyarázás után fejtegetését tudomásul véve kászálódtunk vissza járművünkbe, majd megfordulási szándékunk tetthez vitelének csődjét látva, rendőrünk segítségünkre sietett, és két fényes kísérettel kerültünk egyik sávból a másikba. Látni kellett volna azt a feszítést, amilyen büszkén követtük felvezetőnket. Hát igen, ismét jó sávban vagyunk, de hallgassuk a részleteket. Én megkérdeztük itt a benzinkutnak időt, mert mi a bugi vele is tudjuk még alapot. Be kell menni ide, és úgy is írtam fel a papírra, hogy benne a városba kerekedik. Azt elmagyarázták tőle. Nézd meg, hallod? De ez vízi, autóúton, autópálya. Látod? Hol vagyunk? Itt van előtt. Látod? Ez most itt idáig sárga, innen a végig piros. Ez már piros, gyorsforgalmi autóút. Tehát előtte elmentetek. Látod? Itt. Nem, mi az autópályára mentünk. Látod, itt neked végig sárga, tudod, itt meg csak idáig sárga. És innen a végig piros. Úgyhogy mi erre nem is mehetünk, erre kell menni. Igen, erre kell. Mert erre kell menni. Erre rá sem mehet. A zöld a nem, hogy csak erre mehet. A szép táj, vagy minek mondja, az festői tál, a sárga, az pedig gyengébb minőségi útvonal. Mindenki is idáig, ez ugyanaz a vége. És falvakat összekötő útvonal. Igen, csak itt kell menni, és úgy tudom menni. Úgyhogy most már erre felé kell, most már... Igen. Eisenert kell nézni, és utána pedig... Utána pedig már a zölden a festőjúton kell menni. Ezután rátérve a helyes útra, ismét folytathattuk a kijelölt vonalat, de eltévedésünk korán sem volt az utolsó. Addig is viszonylag nyugodt körülmények között haladtunk Bözön felé. Csinálom, nem hagyom abba. És majd eljutottam, most már végigmegyek.
akármi is lesz. Mennyire érzed magad fáradtnak? Hát fáradtnak nem érzem magamat úgy különösebb, mert mégis pihenni nem nagyon tudunk, ez biztos, de én erre készültem, hogy ez lesz. Amikor elindultál, akkor tűztél ki valamilyen célt magadnak? Például, hogy ezt a távot ennyi idő alatt fogom lefutni, illetve mennyire vagy most elégedett magaddal? Időt nem tűztem ki magam elé, csak azt, hogy végigfutom a kilométereket, amit kell. De különösebben idővel nem foglalkoztam, csak hogy végigmenjek. De persze volt azért egy olyan idő, hogy annál rosszabbak azért ne fussak. Szóval van nekem is egy szintidőm. A profi nem vagyok, csak amatőr. Nálunk is van egy ilyen szintidő, de ez nem egy olyan magas, mint a többieknél. Akkor te teljesíted ezt az időt? Persze, úgy néz ki, hogy összejön. Addig még összejött. Érzel-e valamilyen fájdalmat? Akár most, amikor pihentél, akár amikor futsz? Így pihenés közben nem érzem, de futás közben olyan 10 km környékén már úgy elkezd szúrni a térdem, azért is fáslizom minden futás közben. Ez az egy bajom van, hogy különösebben más nincs. Az első napokban igen meleg volt. Akkor futottál, és az egyik futás alkalmával, hát mondhatjuk úgy, hogy rosszul lettél, tehát igen elfáradtál. Társit fel akartak váltani, tehát mégis végigcsináltad, miért? Ja, igen, ez a szombati nap volt. Nagyon meleg volt, volt vagy 40 fok a napon. Én 12 körül rosszul lettem, hány ingerem lett. Kicsit meg kellett álljak, és sétáltam egy kicsit. Végig csináltam, mert hát ezt muszáj volt megcsinálni, ezt elvállaltuk. Ez benne van a pakliba, hogy végig kell menni. Hát nincs megállás. Az ötödik napon itt egy kicsit megrezdültetek. Azt mondja, elég feszült volt a levegő, és akkor te azt mondtad, hogy ezt ilyen körülmények között nem lehet megcsinálni. Ja, igen, mert mégis azért voltam úgy gondban, mert egyik srác kibukott, szóval lesérült, és én is úgy éreztem, hogy nem fogja bírni a térdem. És hogyha én is kiesek, akkor már sokat számított volna szerintem a kilométerek miatt. És én ezért gondoltam, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni, hogy én is annyira lesérülök. De úgy túltettem magamat rajta, összeszedtem magamat, és nem érzem most már úgy, hogy le tudnánk végigmenni. Most már meg lesz. Az egyik csapattársatoknak, Kofiás Lászlónak fáj a lába, és az ő kilométereit nektek kell megtenni. Ez mennyire jelent hátrányt? Hát hátrányt jelent egy kicsit, de viszont próbál rajtunk segíteni, hogy jön velünk biciklivel, kísér minket. Szóval azért ő is mindent megtesz azért, hogy mi ezt végigcsináljuk. Tekinted-e valamiféle versenynek a csapattársaiddal szemben ezt a futást? Hát én eleve nem vehetem fel velük a versenyt. Fiatalabbak is nálam, profibbak is, többeket is futnak, mint én. Én velük nem versenyzem, csak saját magammal. Van esetleg, amit a felkészülés során egy kicsit elhanyagoltál, és most érzed ennek a hiányát? Hát talán hosszú futásokat, többet kellett volna fussak. Hát talán ezt az egyet tudnám megemlíteni. Ezek hiányoznak most egy kicsit. Mi az, ami abszolút élményt jelent a számodra, akár a futás során, akár amúgy, amikor nem futottál? Hát eleve nekem az jelent élményt, hogy ide kijutottam. Ausztria, Németország, Franciaország, ez eleve egy nagy élmény nekem, mert soha nem jutottam volna szerintem ide ki másképpen. Csak így. Mi az az emlékezetes sztori, ami megmarad benned? Velem kapcsolatos sztori? Akár veled, akár valamilyen csapattársaddal kapcsolatban. Nem, különös, hát az, hogy zúgó esőbe szélbe futottunk, ezt a sztorinak lehet nevezni, hogy majdnem elfújt engem a szél, meg a biciklis kíséretemet. Különösebben velem úgy nem igen történt semmi. Egy-két eltévedés, azon kívül nem. Itt az eltévedéseknél biztos, hogyha nekem adnának egy teljesen idegen országba egy térképet, akkor biztos, hogy felmerülne bennem a gondot, hogy is mi van, hogyha nem találok oda. De mennyire féltek futás során? Hát mégis mi előre mindig megnéztük a térképeket, és tudtuk azt, hogy nekünk 15 vagy 30 kilométert kell futni. Hogyha nem ér addig oda a busz, mi akkor megállunk, és onnan nem mozdulunk el. Mégis a buszon volt egy telefon, meg volt a telefonszám, amit fölhívunk ilyenkor, és ilyen eset előfordul. Nem, én nem félek ettől, hogy most idegen országba futok. Reménykedem, hogy megtalálnak mindig. Mennyire tudod közbenézni a tájnak a szépségét? Én szoktam nézelődni. Tetszik nagyon ez a hely. Énkor miket gondolsz? Hol jár a fejed? Hát koncentrálok a futásra. Elsősorban. Nézem a tájat. Más különösebben nem. Mondtad, hogy te mindenképpen végig akarod csinálni ezt az utat, de megfordult egyszer is a fejedbe, hogy kár volt ide most eljönni, megbántam. Emiatt nem mondok, hogy kár volt. Én már tavaly csináltam egy ehhez hasonló dolgot, az is nagyon tetszett. Most több probléma volt, mint tavaly, de
most már itt vagyunk a cél előtt, ilyenkor már nem szabad megállni. Ez olyan, mint egy maraton. 38-nál már nem szabad feladni, akkor már végig kell menni. Jövőre Olaszország? Hát ezt még nem tudom, ezen gondolkodom. De lehetséges, lehet Olaszország.